Sziasztok! Ez most az új év első videója, most már 2016-ot írunk, és remélem nagyon jól teltek nektek az ünnepek, nagyon jót bulisztatok, és jól éreztétek magatokat szilveszterkor. Nekem nagyon kellemes volt ez az ünnepi időszak, ugyan egy kicsit eltűntem így a blogolásból, pedig azt hittem, hogy majd most megemberelem magam, és mindent behozok, minden lemaradást, de annyira fárasztó volt az utóbbi pár hónapom, hogy képtelen voltam nekiesni bárminek, és tényleg én is pihentem egy kicsit, szusszantam. Sokkal feltöltődöttebb vagyok, és sokkal több tervvel vágok neki az évnek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy ilyen újévi fogadalmakról szóló videóra is képes vagyok, és majd tök jó lesz jövőre visszanézni, és megnézni, hogy mit is sikerült ebből létrehoznom. Maga az újévi fogadalom szerintem nem egy teljesen pozitív dolog, és nem is szoktuk tudni betartani, méghozzá azért nem, mert hirtelen felindulásból történik. Január 1-én egy kicsit másnaposan, nagyon fáradtan, kimerülten magunkra nézzünk, a karácsonyi plusz kilókat meglátjuk, ráállunk a mérlegre, és pánikszerűen különböző fogadalmakat teszünk, hogy kevesebbet iszok, kevesebbet eszek, eljárok sportolni, majd mostantól én leszek a konditermek királya, és leadom azokat a kilókat, stb. Ezek mindig negatív önképből adódnak szerintem, illetve a kudarcoknak a végig zongorázásán jutunk el ide, hogy milyen fogadalmat kéne tennünk, és ezért általában ezek így március-április környékére abszolút megdőlnek, úgyhogy szerintem a fogadalom az csak hirtelen felindulás. Én azt mondom, hogy célokat tűzzünk ki magunk elé, és ezek a célok tarthatóak lesznek abban az esetben, ha végig gondoljuk, hogy hogyan is érhetjük el, mit kell tennünk érte, és hát motivációból kell, hogy táplálkozzon, tehát vizualizálnunk kell azt, hogy mi lesz az eredménye, ha én ezt meg ezt megteszem. Én ilyenkor ezt szoktam csinálni, már decemberben évértékelek, végig gondolom azokat a negatív dolgokat is, nyilván amik nem úgy sültek el, ezekből próbálok tanulságot levonni, viszont az év vége, meg az új év kezdete, az már csak a pozitív dolgok összegzéséből állhat számomra, és ezeket a pozitív dolgokat fókuszálom be, azt, hogy mik történtek, amik jók voltak az évben, milyen sikereket értem el, és ezáltal motiváltan vághatok a következő évnek, reménnyel teljen, és több célt tudok kitűzni, illetve amik úgy nem sikerültek, azokhoz is pozitívan állok, hogy majd most idén meg fogom tudni csinálni. Vannak persze dolgok, amiket el kell engedni, és az nem működik, ezt is meg kell tanulni mindenkinek, hogy vannak olyan célok, amiket nem tudunk elérni, úgyhogy próbáljunk reálisak maradni. Minden esetben persze álmodni nagyokat kell, szóval az első lépéseket mindig meg kell tenni az álmaink felé. Igen, és hát én ilyenkor szoktam bakancslistákat is írni bizony, hogy mi az, amit szeretnék, hogyha összejönne, ha sikerülne, és kipróbálhatnék esetleg új dolgokat, vagy régi dolgokat feleleveníthetnék, és hát ilyenkor évvégén pedig pipálom, hogy sikerült-e ebből bármit is kipipálni, vagy nem, évközben is rá pillantok, és az egyik ismerősömnek például a falára ki vannak írva azok a dolgok, amiket el szeretne érni, és minden évvégén kicseréli ezeket, és azt mondta, hogy neki ez működik, hogy ő látja ezeket a nagy kívánságokat, és sikerül is elérnie, és valahogy bevonza. Nekem is van amúgy egy ilyen kívánságdobozom, amiben az aktuális kívánságaimat mindig beleírom, és tényleg a vonzás ezen törvénye így működik is, nyilván azért is, mert teszek, mert magam előtt fókuszálom ezt a célt. Na, szóval, évértékelek. Igazából az évemnek az egyik legnagyobb pozitívuma és változása az az, hogy lett egy olyan munkám, ami szerintem illik a személyiségemhez, és jó. Ez nagyon nagy változást hozott az életemben, nyilván sokkal kevesebb időm maradt a blogra, illetve ennek lettek hátrányai az iskolára is, és hát ez egy pró-kontra, nézhetném a negatívumokat, de én azt nézem, hogy van tényleg egy olyan munkám, ami kielégít, valamint
Ami nagyon jó volt az évben, ugye ez a nyaralás Horvátországban, most voltam először meleg tengerparton, úgyhogy a bakancs listámnak megvan egy pipája. Illetve voltam Angliában, ami szintén egy másik pipa, megnézhettem a Holboton lakott évekig, úgyhogy ez is nagyon-nagyon jó volt, és világot láttam, ami szerintem abszolút a látókörömnek a tágítása. Emellett, azt nézem, hogy megy a videó, emellett nagyon sok olyan divat eseményen voltam, illetve blogos eseményen, amin sose gondoltam volna, hogy részt vehetek. Voltam ugye divat bemutatókon, ültem elsősorban, sose volt igazán nagy betűkkel a bakancs listámon, de mégis vágytam rá, és ez is megtörtént. Sőt, a kifutón is végigvonulhattam a Marie Claire divat bemutatóján. Emellett rengeteg-rengeteg új embert ismertem, meg rengeteg blogger és egyéb barátságot kötöttem. A munkám révén is megismertem embereket, akikkel azóta barátok vagyunk. Megismertem olvasókat, közületek, akikkel barátok lettünk. És nagyon sok új emberbe botlottam, akiktől tanulhattam, úgyhogy ezért is nagyon hálás vagyok. Valamint igyekeztem a régi kapcsolataimat is feleleveníteni, akikkel már régóta nem találkoztam, így nyáron például összehoztunk egy ilyen kis mini osztálytalálkozó jellegű dolgot pár csajszival, és próbálok több időt szakítani, vagyis próbáltam idén több időt szakítani a barátokra, az ismerősökre, persze ez így félig meddig sikerült csak, de ennek is örülök, hogy egyáltalán ennyi összejött. És hát a bloggal pedig nem is gondoltam volna tavaly ilyenkor, hogy 4000 lájkot gyűjtök össze, úgymond. Tehát 4000-en leszünk a Facebookon, hát ez hatalmas eredmény szerintem. És tényleg egy nagyon jó kis közösség lett, ami nektek hála, hiszen írtok, beszélgettünk, kommenteltek. És tényleg úgy érzem, hogy egy nagyon erős közösséget sikerül kiépíteni, akik egymásnak is segítenek például. A napokban kaptam egy e-mailt, hogy milyen jó, hogy van ez a Facebookos dolog is, hiszen így megismert egy lányt, akivel abszolút nagyon jó barátok lettek. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy ti egymással is megismerkedtek itt a kialakító oldalakon, és ez valami fantasztikus, illetve rengeteg szeretetet kaptam tőletek. És ami még meglepő volt számomra, hiszen évelején nem is gondoltam volna, hogy már lassan YouTube-on is a 3000 feliratkozó körül vagyunk, tényleg nagy számok ezek is, 4000, nem is tudom. Szóval nagyon sokan vagytok, és nagyon sokan néztek, és ez nagyon-nagyon szuper. Hát igen, ez az évértékelés, és akkor most nézzük ezeket a fogadalmakat, vagy inkább célkitűzéseket, amiket megfogadtam. Hát ugye, kezdjük a standerrel, hogy szeretnék leadni, én is most 4 kiló van rajtam, karácsonyra kelhetném, de amúgy így felcsúszott az allergiám miatt is, hiszen sok édességet ettem, amikor próbáltam kikerülni a sós kajákat, úgyhogy ezen változtatni kell, és úgy gondoltam, hogy többet fogok magamnak főzni, illetve hordom magammal az ételt, és így akkor nyilván spórolok is, ami tök jó, mert szükség van rá. Ráadásul valószínű így jó sok kilótól megszabadulok, hiszen van egy jól bevált fogyókúrám, ami működik, és ledobok tényleg nagyon sok kilót pillanatok alatt, ráadásul elég egészséges módon is, úgyhogy erre vissza fogok állni, almacetes víz, sok fehérje, minimális szénhidrát, valamint, hát igen, egy kicsit többet mozogni is jó lenne, de én nem fogadok meg edzőtermezést vagy sportolást, mert tudom, hogy úgyse fogom így betartani, inkább az, hogy ki szeretnék próbálni új sportokat, illetve új mozgásfajtákat, a jógán gondolkozom nagyon erősen, ha lesz rá lehetőségem, illetve szeretnék a pilátesszel is megismerkedni. Ezekben látok olyan rációt, ami talán nekem is működhet és megszerethetem, és szeretnék újra lovagolni is, amit nagyon szerettem, de valahogy mostanában nem jutottam el odáig, hogy bárhol lovagolhassak, de újra felelevenítem ezen a kapcsolati vonalaimat, és akkor remélhetőleg így tavasztól megint lovagolni fogok járni, mert imádom, abszolút a legjobb mozgásfajta, hogy felülsz egy lóra, rettentő nagy alázatra tanít, és együttműködésre, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy ezt próbálja ki egyszer az életben legalább. A következő úgymond fogadalmam az pedig, hogy türelmesebb leszek másokkal és magammal szemben is.
baromira tudok haragudni magamra, ha nem úgy alakulnak a dolgaim, és türelmetlen vagyok, ha a céljaim eléréséről van szó. Erről le kell szoknom, és meg kell tanulnom elfogadni, hogy nem minden olyan ütemben válik valóra és érhető el, mint ahogy én ezt elképzelem, és másokkal szemben se lehetnek irreális elvárásaim, mert néha vannak sajnos. Úgyhogy ezt is meg akarom fogadni. A harmadik, az szerintem szintén sokatok listáján ott van, a spórolni. Hát, mivel eddig is lyukakat tömtem be az utóbbi egy évben, ezért most is lesznek ilyenek, ezeken kívül viszont szeretnék most már félretenni, ugye házra szeretnénk gyűjteni, meg ilyen életelindításra, úgyhogy kénytelen leszek félretenni pénzt, és erre már van egy befűtés üveg kialakítva, és a bankszámlámon is szeretnék külön spórolni. Ez erre, ez meg arra lesz, még nem tudom pontosan, hogy melyik mire és hogy milyen összeg, de mindenképpen januártól most már spórolnom kell. A következő, ami a legjobban nyomasztott ebben a fél évben, és ami a legnagyobb kudarcnak érzem, az az iskola. Még mindig nem sikerült befejeznem, rengeteget dolgoztam, nem volt időm átjárni Debrecenbe. A tanárok se voltak igazán rugalmasak ebbe, hogy én dolgozok 8 órába, sőt, néha még többet is, úgyhogy ezen változtatni kell. 2016 legvégére, legis legkisebb, már a végzés előtt szeretnék állni, hiszen már nem is sok van hátra, úgyhogy ezt mindenképp muszáj megcsinálnom és megcselekednem. Ezen kívül jogosítványt kell csinálnom, mert az még hiányzik, mindig féltem a vezetéstől, tudom, hogy nehezen is fog menni, de most már igen, csak itt van az ideje, úgyhogy ezt a tavasz-nyár folyamán pedig el akarom kezdeni és megvalósítani. A következő az pedig, hogy több időt kell töltenem a barátaimmal, így is próbálok minél több időt velük tölteni, úgyhogy ne menjen ugye nyilván a botondal a kapcsolatunk rovására, de muszáj leszek többet velük is lenni, és fel is tölt, amikor barátokkal lehetek, úgyhogy ez mindenképp egy motiváló pont a fogadalmaim közül. És hát többet pihenni. Sajnos nagyon sokat hajtottam, és ezért decemberben ugye el is maradtak a videók, a posztok, úgy érezhető volt, hogy egy kicsit akadozik a blog is, mert annyira ki voltam merülve, hogy nem voltam képes alkotni, és nem is néha annyira kényszernek éreztem pont ebből kifolyólag, hogy úgy gondoltam, hogy a következő évben meg akarom tartani most már az egyensúlyt, és pihenni szeretnék. Nyilván a munka az alap, hogy el kell látni. Ott van a suli is, és még ráadásul ugye blog, ami örömmel és boldogsággal tölt el, és tényleg nagyon szeretem, de néha így ez sok volt, úgyhogy most ilyen periódikusan szeretnék pihenéseket beiktatni, úgyhogy lesz olyan, hogy egy-két napra, egy hétre fog tűnni, de mindig visszatérek, megígérem. Úgyhogy valamilyen egyensúlyt fogok kialakítani az életemben, hogy ne legyen végkimerüléses pillanatom. A bloggal kapcsolatban pedig azt fogadtam meg, hogy egy ilyen egy-két naponta lesz egy-egy blogpost vagy videó, tehát ez olyan heti 3-4 lesz szerintem, amit tartható most már, úgyhogy nem is fogom megkínozni magam. Meg fogom próbálni, hogy időnként aktívabb leszek, lesz nyilván olyan hét, amikor akár minden nap fogok kitenni posztot, de megpróbálom azt, hogy nagyon ne legyenek nagy szünetek, és hogy legyen változatosabb, és ezért úgy gondoltam, hogy heti egy outfitet megpróbálok összehozni, illetve heti egy videót, reméljük sikerül, és persze a tesztes bejegyzésekből is egy-kettőt megpróbálok majd abszolválni a blogra. Ezt meglátjuk, hogy fog sikerülni, de próbálok tényleg egy ilyen logikus hullámzást létrehozni, hogy kiszámíthatóbb legyen az egész. Valamint havonta akarok egy nyereményjátékot, és egy hónap márkáját, valószínűleg ahhoz fog kötődni a nyereményjáték, bár nem biztos, tehát ezt nem tudom megígérni, mert ez nem csak rajtam fog múlni, de azért a tárgyalásokat már megkezdtem, és szeretnék így egy-egy márkát még jobban bemutatni számotokra, szerintem így hasznosabbá válhat, hogy kívánságlistás, kedvencek belőle, és a többi, tehát e köré felépíteni minden hónapot egy márka köré valamilyen formában.
A másik, amit szeretnék most már a Nagymamám ruháiban sorozatot tényleg idén nyáron folytatom, és a stylistos sorozatot is, amikor valaki más öltöztet fel a saját ízlésének megfelelően, ami mindig tökre szórakoztat, és rengeteg munka van mögötte, ezt újra akarom éleszteni, és vannak rá jó ötleteim, úgyhogy szerintem tetszeni fog ez a vonal is nektek. És amit nagyon-nagyon szeretnék, és tényleg rá kell állnom, mert ezt eddig mindig csak fogadtam, ugye a fogadalom volt csak, és nem célkitűzés, úgyhogy most már célkitűzés, hogy keressek egy profi fotóst, akivel együtt tudok dolgozni, remélhetőleg nem csak egyet, hogy könnyebb legyen majd összeegyeztetni, és így a vállamról lekerül a fényképek vágása és egyéb dolgok, és remélhetőleg így sokkal szebb és színvonalasabbá válik a blog. Hát ennyi lett volna ez a fogadalmas videó. Nagyon örülnék, ha ti leírnátok azt, hogy ti mit szeretnétek elérni ebbe az évbe, illetve hogy az előző évben milyen pozitív dolgokat tudtok felsorolni, amit elértetek, és aminek nagyon örültök. Legyünk motiválóak, és beszéljünk ezekről a pozitív változásokról, illetve arról, hogy milyen pozitív célokat tűztetek ki magatok elé, és hogy ezért cserébe mit próbáltok megtenni. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, ezzel engem még jobban tudtok motiválni, hogy a fogadalmaimat és az elhatározásaimat meg tudjam cselekedni, és nézzetek le a blogra, ahol remélhetőleg most már még aktívabban, vagy legalábbis olyan aktivitásra, ami tartható, fogok jelentkezni. Legyen szép napotok, és sziasztok!